az erőszakos szocialista aktivistáknak is köszönjük a részvételt. Minden jót, jó egészséget öröknek is. Kérdezem már is valamit. Polgármesterként a 90 trafikból mennyi van az ön érdekeltségében, ami egy lakásban van bejelentve? Mert látom, hogy innen az Aradi utcából jött. Az Aradi utcában van egy trafik, a Dohánymutyinak a része valószínűleg, ami bajai székhelyű trafik. Értik, itt Budapesten, az Aradi utcában egy bajai székhelyű trafik. Mondta, tudják, Baján van. Most mondta, hogy Baján vannak itthon. Baján minden van. Jót kívánok. Az a lakás, ahol Zsigó Robert városában, ahol egy lakásban 90 trafik van bejezve. Zsigó, még egyet hagyd kérdezek már. Az ő jelöltje, Kovács úr, megvert egy diákot. Visszaléptetik még a mai nap folyamán? Zsigó, válaszoljon arra, hogy az ön kabinetfőnöke a mi jelöltünket Tekett Melindát lejárató honlappal, portállal van összefüggésben. Azt kérem, tisztelt... Lemondatja, leváltja a kabinetfőnökét, vagy onmond le holnap? Erre gyorsan kéne válaszolni. Azt szeretném kérni, a nőket alázzák egyfolytában. A nőket alázzák egyfolytában, ebben vannak versengésben egymással. Vakkomondoros és egyéb szövegek. Köszönjük. Az ex-miébes fiúnak is jól áll biztosan ez a nőgyalázó politika. Illés Zoltánnal, Vakkomondorra és a többiekkel, azokkal próbáltak meg kibékülni. És a miébe se lennél ezzel jó fiú, Báté? A miébe a volt pártodba se lennél jó fiú ezzel a szöveggel, amikor vakkomondoroztok, amikor Illés Zoltán leszólja a nőket, amikor Zsigó Róbert kabinetfőnök egy olyan portált üzemeltet, vagy azzal van összefüggésbe, amely Tekett Melindát nőiségében alázza és gyalázza. Na ebből elég volt! Elég volt az ilyen fideszesekből, nőgyalázó és nőalázó fideszesekből. Húzzatok az élről! Vége van a kormányzásoknak. Húzzatok el végre! Köszönjük szépen, viszontlátásra, húzzatok el!